Balanceville Group lépett fel Pakson a Csengei Dénes Kulturális Központ alaksorában kialakított új stúdió nyitó koncertjén. A koncert előtt Szabó Péter polgármester adta át a teret a fiataloknak. Hogy egy igazi közösségi tér és próbaterem lett kialakítva az elmúlt hetekben, hónapokban. Polgármesterként azt kell mondanom, hogy egy hosszú évekre visszanyúló igényt sikerült, én azt gondolom, kielégítenie a Csengei Dénes Kulturális Központnak. Nincs ilyen lehetőség a városban, ahol a fiatalok, a kamaszok, a diákok iskola után este felé összejöhetnek, és zenét hallgathatnak, vagy ugye amatőr és nem amatőr zenekarok itt esetleg próbálhatnak majd. Felolvasó estek is tarthatóak majd ezen a kis színpadon, illetve színházi előadások is, kicsi színdarabokat itt nyugodtan elő lehet adni az érdeklődő közönség számára majd. A Csengei Dénes Kulturális Központ ezt egyrészt ugye az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított keretből, másrészt saját forrásból valósította meg, és én még egyszer hangsúlyozom, hogy ez az ötlet, ez egy igazán jó ötlet volt, és remélem, hogy a fiatalok is minél többen jönnek majd ide, ugyanúgy, ahogy a zenekarok is. Teljesen fel van szerelve az Arcadia névre keresztelt új alaksori próbaterem, így van benne egy teljes dobfelszerelés, basszus és gitár alap, erősítő fejkeverőpult, monitor, hangszórók, mikrofonok, állványok. A berendezést pályázati pénzből sikerült megvásárolni. A helyszín az elsősorban a zenekaroknak készült, egy olyan próbaterem, ami hát a nyári időszakban hűs, a tériben pedig meleg. Ez a közvetlen kapcsolata megvan a hőközponttal, úgyhogy itt nagyon jó idő van most is. Egy szápolóban lehet a próbákat a zenekaroknak lejátszaniuk, lepróbálniuk. Szeretnénk azt, hogyha a zenekaroknak nyilvános próbáik lennének. Behozhatják családtagjaikat, barátaikat, rajongóikat. Körülbelül 30-35 ember fér el, de az már szűkös, és hát ugye a színpad adta egyéb lehetőségekből, akár az amatőr színjátszók is, illetve a nevéből adódóan Arcadia dia vetítéseket, úti beszámolókat is szeretnénk ezen a helyszínen megvalósítani. Elkészült a házirendje is az alaksor használatának. Hát az ötlet az egy régi, 2 évvel ezelőtti, még a pandémia megkezdésekor pattant ki a dolgozók fejéből, és akkor így kezdtük el ennek a megvalósítását. Ugye a pandémia keresztbe húzta, és a 20-as év végén pedig egy pályázati forrásból a berendezéseket is meg tudtuk hozzá vásárolni. Igazság szerint, ahogy mi körbenéztünk, ilyen 11-12 zenekarral lehet itt Pakson és közvetlen környékén számolni. Ebben vannak olyanok, akik mondjuk csak egymaguk szeretnék a próbatermet mondjuk dobolásra használni.